minek kell 7,5 méteres út, hát azért ezen ugye kerékpáros is fog közlekedni. Kerékpáros nyomvonalat is kialakítanak, ezért szükséges az, hogy 7,5 méter széles legyen a felújítás alatt álló szélső bokori út. Az út nem csak új burkolatot kap, hanem mindkét oldalon burkolt patkát építenek a szegélyek előtt, emellett új járda is készül a szakasz mellé. A csak nem 1 milliárd forint értékű beruházás Európai Uniós forrásból valósul meg. Ez év júniusában került sor a szerződésnek az aláírására is, miután a projekt egész nagy, hiszen egy 1,5 kilométer hosszú útról beszélünk, ezen belül pedig elég jelentős felújításról van szó, hiszen 7,5 méteres szélességű út lesz, áll majd rendelkezésre a közlekedőknek, így jövő évben fogjuk tudni befejezni. Jelen pillanatban a közmű áthelyezések folynak, nagyon sok olyan közművel találkoztunk sajnos, pontosabban a kivitelezők nyilván, akik, ami nem ott volt, ahol a terveken szerepeltek. Sajnos ezzel gyakran találkozunk a építés során, de nyilván úgy fog a kivitelező, azt várjuk a kivitelezőtől, hogy úgy adja át majd a téli időszakra az utat a városnak, hogy azon lehessen közlekedni, de tavasszal újra folytatódnak a munkák, és reményeim szerint rövid időn belül meg fog teljesen újulni, meg ki fog bővülni ez az út. A fejlesztéssel a csapadékvíz elvezető rendszer is teljesen megújul. A kivitelező igyekszik minél gyorsabban elvégezni azokat a munkálatokat, amelyek akadályozzák a lakóövezetben élők és az ipari parkba tartók forgalmát.